Sporttörténelmi sikert hajtott végre a szegedi vízipóló suli azzal, hogy megnyerte a serdülő fiúk országos bajnokságát, hiszen a város férfi vízilabda sportjának első bajnoki aranyérmét szerezte meg a csapat. Az ígéretes gárda fiataljai a hazai rendezésű 8-as döntő aranymeccsén a rivális Vasas 11-9-es legyőzése után emelhették magasba a győztesnek járó trófeát. Amikor én őket átvettem, akkor egy 2 éves projektbe gondolkodtam, és egy 2 éves edzéstervet valósítottunk meg. A félidő volt az állomás, amiről beszélünk, és akkor érezhető volt, hogy ez a csapat, ha stagnál a fejlődés, tehát nem durvul, se magasan, se nem esik le, akkor az éremért küzdhet idén ebben a bajnokságban. Hál' Istennek nem stagnált, hanem meredeken emelkedett, én azt gondolom, hogy idén, mert pont tegnap néztem meg egy szeptemberi mérkőzésüket, meg mostani döntőt, és elképesztő, hogy milyen ritmusváltáson, de ügyességen nagyon sokat fejlődtek egész évben. Számítottunk a jó szereplésre, bár ezt nem gondoltuk volna, hogy sikerül bajnoki címet ünnepelnünk. Nagyon sokat dolgoztunk érte, és reggeli edzésektől kezdve mindenféle mentális edzéseken keresztül végigmentünk. Most nagyon örülünk, hogy sikerült a bajnoki címet megszerezni, de azt el kell mondanom, hogy ez csak egy lépcsőfok számunkra, hiszen ugyanúgy jövőre és még az utánpótlásba 2 évig szeretnénk nagyon eredményesek lenni. Szerintem minden győzelemnek az ára az edzés. Rengeteget edzettünk tényleg. Talán mondhatom azt, hogy olyan csapattal rendelkezünk, ami egy kivételes csapat, és minden poszton nagyon jó játékosok vannak, a válogatott játékosoktól kezdve a remek kapus teljesítményig, úgyhogy ez meglátszott a döntőben is szerintem. Összetartás igazából, nagyon összekovácsolódtunk, volt rengeteg csapatprogram, és nagyon egy hullámhosszon voltunk, és folyton kisegítettük egymást ezzel a labdaszerzésekbe például, vagy egymás segítése hátul, igazából ennyi. Említeném elsősorban a Lengyel Gabi bácsit, az egyik nevelőedzőnket, aki elképesztően jó munkát végez a mai napig. Ez az egyik. A másik az, hogy ez egy nagyon homogén összetartó korosztály, még a szüleik is összejárnak és együtt töltik a szabadidejüket. Ez a másik, a harmadik, és talán ez a legfontosabb, hogy nagyon minőségi munka folyt az elmúlt 6-7 évben velük, és szerintem ez a tudatos munka. Ez volt 50%, a másik 50 meg a említett 2 eset. A fiúk számára azért is marad felejthetetlen a siker, mert ezt a helyi Tiszavirág uszodában a fergeteges hangulatot varázsoló, nagyjából 700 szurkoló előtt érték el. Nagyon kevésszer adódik meg egy játékos életében, hogy ilyen hazai közönséget játszon döntőt, és több mint 600 ember jött ki, azt hiszem, szurkolni, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Elképesztő volt, és nagyon szépen köszönjük a szülőknek, rokonoknak, hogy kijöttek, és szerintem ez azért buzdított minket, és nem hátráltató volt, mert már úgymond hozzá voltunk szokva, hogy kisebb bajnokságokban, ahol ugyanúgy játszottunk, és esetleg eredményt értünk el ott is, a szülők hazai pályán, vagy esetleg amikor idegenbe utaztunk, akkor is jöttek velünk, és buzdítottak minket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. A 3-szoros olimpiai bajnok Molnár Tamás több szállal kötődik Szegedhez. A serdülőbajnok együttessel azonban különösen szoros a kapcsolata, hiszen a csapatban játszanak az Iker fiai, Hugo és Manó. Én egyértelműen a Juhász Zsolti szerepét emelném ki ebbe. Nyilván az ő fiatalos lendülete, az az energiabomba, ami benne van, azt a fiatalok megértették, követni tudták, magukévá tudták tenni. A legkritikusabb pillanatokban, amikor nem úgy mentek az edzések, nem úgy jöttek az eredmények, mert egy ilyen éves bajnoki szezonban óhatatlanul vannak holdpontok. Soha nem kérdőjelezték meg, itták a szavát, és azt hiszem, hogy az egyik elengedhetetlen feltétele volt ez. Az, hogy azt a munkamorált, amit a Zsolti képvisel, azt át tudták venni, és egy olyan kohézió alakult ki a csapat és az edző között, aminek nem azt mondom, hogy egyértelmű, de egyenes következménye volt a jó eredmény. A klasszis vízilabdázó a hazai szövetség alelnökeként a díjátadón is szerepet kapott, és számára különösen emlékezetes maradt, hogy a fiai nyakába akaszthatta az aranyérmet. Amikor őket nézem, akkor próbálok nem csak szakértő lenni, viszont próbálok nem szülő is lenni. Tehát a kettő között nyilván nagyon nehéz egyiktől és a másiktól is elvonatkoztatni, de nagyon emocionális pillanat volt a lefújás pillanata és az éremletedés, nyilván soha nem fogom elfelejteni.